teljesítménydiagnosztikai eszközzel, más néven spiroergométerrel bővült a Honvéd testalkati programban használt berendezések száma. A 2015-ben indult program a Magyar Honvédség katonáinak nyújt segítséget szükség esetén ahhoz, hogy a tervezett állapotfelmérési szigorítások követelményeit is kiválóan tudják teljesíteni. Ennek az a lényege, hogy akinek súlyfeleslege van, tehát túlsúlyos vagy elhízott, illetve a fizikai állapotfelmérés nem tudja megtenni, itt segítséget tudunk nyújtani. Ez egy egyéves időtartam ez a program. 3 havonta kell jönniük kontrollmérésre. Ez történik egy testsúlyméréssel, egy magasságméréssel, egy testösszetételméréssel. Ezzel a géppel, hát ugye tartozik ehhez egy futópad, illetve egy kerékpár. Ehhez tartozik egy légzésfunkciós vizsgálat, hogy milyen kapacitásokkal rendelkezik az illető, megnézni, hogy mennyire terhelhető. Plusz ugye tartozik hozzá még, ami a keringési paramétereit nézi, vérnyomásmérés, illetve EKG, és terhelés közben ezeket tudjuk elemezni, ezeket tudjuk nézni. Az új eszközt a Honvéd kórházba szállították, ahol Bragmajer Zsanett, a Magyar Honvédség sportszázadának szakaszvezetője próbálta ki elsőként, aki triatlonistaként kvalifikációval rendelkezik a tokiói olimpiára. Én nagyon szeretem ezeket a felméréseket, mert sokat tanulok belőle, főleg most, hogy az alapozás kezdete most kezdődik nekem, és emiatt nagyon sok információt le tudok szűrni belőle, hogy hogyan kell nekem felkészülni, és milyen állapotban vagyok jelenleg. A Honvéd testalkati programba bármely alakulatból érkezhetnek azok a katonák, akik szeretnék felmérni az állapotukat és fejlődni vágynak. Polonyiné dr. Svéd Krisztina Amerita őrnagy azt is elmondta, hogy nagyon jók a tapasztalatok. A program segítségével akár 10-20 kg-tól is megszabadulhat az, aki valóban életmódot szeretne váltani.